Ja, ja, ja. Sziasztok, bocsánat. Sziasztok, kérdezhetünk? Bocs, hogy valamit? Leszólítok benneteket. Elnézést, hogy kamerázok, remélem, hogy nem zavar. Mondom, nem, hogy... nem, semmi. De most, ja. De, ahogy nem zavar. Hát, miért? Váratlanul ért. Bocsi, csak azért, mert csináltunk egy ilyen mobil masszázs stúdiót, és most akarunk csinálni hozzá egy ilyen kis promóciós anyagot, vagy reklámfilmet, és igazából tudom, hogy nagyon furcsa ez a szituáció, hogy pont titeket szólítunk le, de nem jött el a modellünk, és kéne egy lány, akit megmasszíroznánk, és azt így fölvennénk, és hát nem tudom, hogy barátnőt, vagy feleséget. Ez érdekes, a feleségem, igen. Bemutatkozom, szia, Viktor vagyok, szia. Szia, Dávid vagyok. Szia, Viktor. Ki vagyok? Szia. Hogy esetleg fölvehetnénk, hogy de tényleg ez egy teljesen egy ilyen sima sportmasszázs, adunk hozzá ruhát, minden, hogy csak egy pár ilyen snittet fölvennénk, és kapna egy ingyen masszázs, meg utána a masszázs stúdióban kapnátok egy éves bérletet. Hogy nem tudom, bocs, hogy ez egy ilyen szituáció, hogy nem jött el a modell, és hirtelen. És kamerára a nevéve? Hát igen, igen. Hát igen, erre van szükség a reklámfilmhez. Ez egy ilyen mobil, ez a lényeg, hogy ez egy mobil stúdió, és mi házhoz jönnénk masszírozni, úgymond, vagy bárhol tudnánk masszírozni. Oda nem látnak be? Ja nem, persze, ez egy teljesen zárt, lesütített ilyen. Hát igazából meg tudom mutatni, hogyha jöttök pár lépést, akkor esetleg meg tudom nektek mutatni. Jó, hát és akkor még eldöntitek, mégis nem muszáj ilyen. Jó. Még ilyenben nem vettünk részt. Igen, ez egy új dolog, ezt most látjuk, és hát reméljük, hogy... Ki csinálja magát a masszást? Hát én végül is egy ilyen professzionális masszőr vagyok, tényleg Ázsiában tanultam különböző technikákat, szóval én is fogom csinálni, meg lesznek a női masszőrök is, de most én fogom csinálni, hogyha ők megfelelnek. De hát majd meglátjuk, amúgy ott az a stúdió. Masszázs stúdió. Elég érdekes. Hát ugye? És ez azért érdekes, mert igazából masszírozlak, és közben nézheted az operaházat, vagy bárhol. Végül is most vidékről jöttünk most. Igen? Igen. De ez ilyen hát akkor úgy is, hogy esetleg masszírozzak, és közben csinálunk egy városnézést, szóval ezért ez egy nagyon jó ötletnek tartjuk, és tényleg, ha beindul, most nem mondom, hogy adunk most pénzt, de hogyha ez tényleg sikeres lesz, akkor az ajándékbéleten kívül esetleg még pénzt is tudnánk tartani, és ezt az még 100%-ban. Szóval ez lenne az, hogy felhoz van benne. Nagyon szép, gyönyörű egyébként, így kívülről. Kívülről abszolút más hatás.
We'll be right back.